Már nyolc játékosát kellett nélkülöznie a volánnak, így próbált megszépíteni a párharcban, egyben elérni, hogy ne érjen véget számára a szezon. Bár már a csatár mihályákosnak is védőt kellett játszania, az első harmadban az akarat kompenzálta a hiányos keretet. Olyannyira, hogy Hári emberelőnyös nagy a vezetést is sikerült megszerezni. A második harmadban aztán feljebb kapcsolt a címvédő, amely ezt megelőző 11 meccsét mind megnyerte a Fehérvár ellen. A 34. perc mellett meg az egyenlítés, Huber visszadett korongját Schneider juttatta a kapuba. Két és fél perccel később pedig már a vendégek vezettek, ezúttal is az előző gól szerzője köszönt be, emberelőnyben, távolról bombázva Roá hálójába. Egy harmada maradt a volánnak arra, hogy benn maradjon a rájátszásban, de a harmadik játék részből fél perc sem telt el, amikor Schneider megszerezte a harmadik gólját. Ez pedig már jelezte, nem ad esélyt a Salzburg. Újabb négy perc elteltével Huber is gólt szerzett, így a hajrára nem maradtak izgalmak. A fehérvári szurkolók ugyan mindent megtettek, hogy segítsék a megfogyatkozott csapatot, de a végén már kiütközött a két csapat közti különbség, és hogy a sorozatterhelést is a szűkebb kerettel dolgozó fehérvár bírja rosszabbul. Robertson majd a golzáport lezárva a negyedik találatát jegyző Schneider is beköszönt, így végül 6-1-re nyert, és a párharcban 4 0 jutott tovább a Salzburg. Ezzel egymás után 12 szer is megverte a volánt, ráadásul most volt mindközül a legnagyobb a különbség. A címvédő bejutott a legjobb négy közé, a Hidrófehérvár AV19 számára pedig véget ért a 2022-es 23-as szezon az Osztrák Ligában.